A város főterén áll egy emlékmű, amely mellett a mindennapokban anélkül megyünk el, hogy észrevennénk. A II. Világháború véráldozatokat követett a kiskörösi lakosságtól is, ez az emlékmű sorolja fel a 119 áldozat nevét. Október 31-én a halottak napjának előestéjén az önkormányzati dolgozók hajtottak fejet azok előtt a kiskörösiek előtt, akik a II. Világháború idején a hazájukért haltak meg, és megemlékeztek a 422 kiskörösi zsidó származású mártírról is. Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző után a hivatal dolgozói is meggyújtották a tisztelet mécseseit az emlékműnél a harctereken maradt, megsebesült vagy fogságba esett kiskörösi katonák emlékére. Az együtt emlékezés egyfajta üzenet. Fontos, hogy a mai élő nemzedékek tagjai érezzék a csatatereken elesett déd és ükapáik sorsát, és megőrizzék emléküket. Emlékezzünk rájuk kegyelettel.